Még az év utolsó hetén is várja a látogatókat a Váci Mihály Kulturális Központ Nyíregyházán. A 2023-as év mérlegéről az intézményt immár 10 esztendeje vezető Mészáros Szilárd azt mondta, a nehezebb időszakokban is előre tekintettek. Nehezen indult az év, ugye ezt a helyszínt nem tudtuk használni, de hát mi mindig előre tekintettünk akkor is, és kerestük a kiutat, meg is találtuk. Itt mellettünk van a Kodály Zoltán Általános Iskola, egy jó felszerelt intézmény, nincs olyan színvonal természetesen, mint a Kulturális Központ, de megtaláltuk azt a helyszínt, ahol nagy rendezvényeinket tudtuk tovább szervezni, és nagy örömünkre a közönségünk úgymond vette a lapot, teltházzal mentek azok a rendezvényeink is, de természetesen alig vártuk, hogy visszajöhessünk ide, hiszen nekünk ez az otthonunk. Az igazgató hozzátette, összességében a 2023-as egy pozitív év volt a Kulturális Központ életében, hiszen látogatói rekordot tudtak dönteni a Legóváros című rendezvénnyel, az Experience társulat előadása pedig a valaha volt legnagyobb szabású produkció volt az intézmény nagy színpadán. Ahogy visszajöttünk, tényleg azt mondhatom, az intézmény életében is nagyon jelentős programok. Neotontól a Szép nyári nap című musical, fantasztikus sikerrel, rengeteg táncos rendezvény, Pulyabál, néptáncos esemény, modern táncos esemény, koncertek, színházi előadások, ősszel újra ugye a nemzetközi ásványbőrze. És ami azt mondhatom, szinte megdöbbentett bennünket is, volt a Legóváros Nyíregyházán szeptemberben. Egy nap alatt még soha ennyien 15 ezeren látogatták meg az intézményünket, amikor is a pincétől a padlásig minden a Legóról szólt. De megint csak egy emblematikus rendezvényünk nemrég volt itt az Experience tánc együttes, fergeteges címmel. Ekkora volumenű, költségvetésű, kiállítású darab még azt mondhatom, hogy nem volt az életünkben. A VMKK fenntartása alá tartozó képzőművészeti kiállítóterekben, a Városi Galériában és a Pál Gyura teremben is számos tárlatot mutattak be a nézőknek. Emellett a Kulturális Központban is jelentős kiállítások voltak, amelyek egy része Nyíregyháza partnervárosaiból érkezett. Minden irányban nyitottak vagyunk, és természetesen a képzőművészeti ágakat is nagyon szeretnénk segíteni, támogatni, mind a helyi amatőr alkotókat, mind az úgynevezett profi alkotókat is. Azt is elmondhatom, hogy elsősorban itt a Kulturális Központban ilyen magasló látogatottsággal bírnak ezek a rendezvények, de a Városi Galériában, a Pál Gyula teremben is nagyon sokan megnézik ezeket a kiállításokat. Hát ott is azért elmondhatom, hogy a megnyitók nálunk mindenütt ingyenesek, amikor meg belépő van, az is egy nagyon-nagyon nyomott áron van. Ide sorolnám még a Kródi Gyula Art Mozit is, ugye az is a Kulturális Központ fenntartásában működik, ott is a legnépszerűbb filmektől az artfilmeken keresztül, tehát többségében egyébként, mivel Art Mozi vagyunk és törvényi kötelességünk is, az előadások több mint fele művészfilm. Az igazgató hangsúlyozta, a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeiben országos viszonylatban is az egyik legtöbb szakkör és kisközösség tevékenykedik, amelyek támogatását a jövőben is folytatni fogják.